Most ismét hajmás kéren vagyunk, és most megnézzük az E25-ös számú épületet. Sajnos erről az épületről több információt nem tudtam kideríteni, sem az interneten, sem a mesterséges intelligenciától sem. Erről az épületről én is csak annyit tudok mondani, amit láttok is. Sajnos nagyon rozog a már, ablakai már nincsenek is. A teteje beomlott, úgyhogy az emeletre nem is mentünk fel, mert az már kicsit életveszélyes, illetve a ház tetején még fa is nő ki. De viszont azért elhoztam nektek mégis egy kis érdekességet, hiszen ti is furcsálhatjátok, hogy Hajmáskéren miért van ennyire elhagyatott épület. Most a választ meg is kapjátok erre. Akkor nézzük is Hajmáskér történetét. De Hajmáskér történetét nem én fogom elmondani nektek, hanem a mesterséges intelligencia. Hajmáskér egy kisváros Magyarországon, a Veszprém megyei kistérségben található, az osztrák-magyar monarchia idején a város a veszprémi járásban volt. A település történelme az idők kezdeteire nyúlik vissza, és a középkorban fontos helyszín volt, az első írásos említése a 13. században történt, és az oklevél tanúsága szerint királyi birtok volt. A későbbi időkben a település gazdag földesurakkal rendelkezett, akik fontos szerepet játszottak a város fejlődésében, az egyik legjelentősebb birtokossal a településen gróf Csákvári család volt, akik az 1700-es évek közepén építették fel kastélyukat. Az osztrák-magyar monarchia idején a város fejlődése folytatódott, és fontos központtá vált a környező területek számára, a városban fontos iparágak jöttek létre, mint például a textil és fafeldolgozás, az élelmiszeripar és az építőipar. Mivel a laktanyába tartózkodó katonákat el kellett látni, ezért Hajmáskér teljesen önellátó település volt. Az első világháború alatt a városban számos katona szolgált, akik jelentősen hozzájárultak a hadi erőforrásokhoz. A háború után a város különösebb sérülés nélkül újrakezdte a fejlődést, és az 1920-es években fontos központtá vált a turizmus számára. A második világháborút követő időszakban a városban sok változás történt, a kommunista rendszer idején az iparágak államosításra kerültek, és a város központjában jelentős épületek épültek. Az 1990-es években, amikor Magyarország megnyitotta kapuit a külföldiek számára, a turizmus újra jelentős szerepet játszott a város fejlődésében. Ma Hajmáskér egy virágzó kisváros, amely számos kalandot és lehetőséget kínál a látogatóknak. Meg is kaptuk akkor a választ, hogy Hajmáskéren miért is van ennyi elhagyatott épület. Mivel ugye, amint hallottuk, az osztrák-magyar monarchiában is katonák voltak itt, aztán a kommunizmus időszakába is szintén katonák voltak itt, és teljesen önellátó település volt. Tehát mondhatjuk azt is, hogy egy katonaváros volt. Hasonlóan, mint Szentkirály szabadja, csak ugye Szentkirály szabadján teljesen kihalt az élet, de viszont itt Hajmáskéren megmaradt az élet, hiszen az elhagyatott panellakásokat azért megcsinálták, és emberek laknak itt. Az elhagyatott épületek közül itt a városba, illetve nem is város, hanem faluba, 3 darab maradt. A többit mind felújították és megcsinálták. Illetve még ugye, ami el van hagyatva, az a régi víztorony. Majd egyszer egyébként oda is elmegyek, és azt is bemutatom nektek. Remélem, sikerült érdemleges információval szolgálnom Hajmáskérrel kapcsolatban. Most, hogy már tudtok mindent, és én már sajnos semmi érdemlegeset nem tudok hozzátenni, addig egy kis háttérzene szól, de azért időközönként még azért kommentálom az eseményeket.
A videó egyébként nem adja annyira vissza, vagyis otthon ülve és nézve ezt a videót nem is gondolnánk, hogy egyébként mennyire parázs dolog azért ilyen elhagyatott helyeken lenni, főleg az, hogyha van egy csukott ajtó. Ezért nem árt óvatosnak lenni. Azért kicsit furcsa volt látni, ahogy beléptünk a mosdóhelyiségbe, hogy itt nem az az európai WC van, hanem úgynevezett török WC vagy googolós WC volt itt. Szóval, hogyha valakinek nagy dolga volt, az googolhatott. Ennyi az, amit érdekesnek gondoltam. Hát akkor ennyi is lett volna ez az E25-ös számú épület. Köszönöm, hogy velem tartottatok.
És akkor most a végén pár kép még, amiket érdekesnek gondoltam, és utána búcsúzok. Találkozunk a következő elhagyatott helyen, vagy találkozunk még az Utaz Doktor Express-szel sorozatban.